Az Aranycsapat Alapítvány Kőlajos elnök és Takács János kuratóriumi tag kezdeményezésére folytatja misszióját. A Bregyó Sportközpontban felállított az 1952-es Helsinki olimpián kiemelkedően szereplő magyar sportolók tiszteletére készült Melokkó Miklós emlékműnél ezúttal Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek rótta le kegyeletét. Szeretem a sportot, én magam is kisrácskoromtól kezdve fociztam, akkor nagyon sokat pingpongoztam, amíg lehetett, meg azon kívül szeretem a sakkot is. És hát ugye, tehát azon kívül pedig magyar ember vagyok. Tehát ugye a magyar sikerekkel nekem megdobog a szívem. Márfi Gyula örömmel tette tiszteletét az emlékműnél, amely számára is megerősítést jelent, hogy az 50-es évek vészterhes időszakában világra szóló sikereket elérő olimpikonok emléke nem halványul el 70 év múltán sem. Az álmat nem tudnám elhagyni. Tehát természetesen nem ellenkezik nálam az európaisággal és a világ szeretetével sem. Nálam ez harmóniában van. Akinek nincs harmóniában, az sajnálom. Én szeretem hazámat, szeretem a sportot, ezért is tisztelem azokat a sportolókat, akik Magyarországnak többek között Helsinkiben igen nagy dicsőséget szereztek. Kőlajos a találkozón hangsúlyozta, az alapítvány továbbra is mindent megtesz azért, hogy elérje kitűzött célját, és a magyar sportolók dicsőséges múltját, eredményeit minél több honfitársunkkal megismertesse, tovább örökítse.